Sziasztok, köszöntelek benneteket itt a Mi Kis Konyhánk YouTube csatornáján. A mai videómban egy finom tarhonyás húst fogunk elkészíteni. Ugye ennek az ételnek is van többféle elkészítési módja. Valaki például úgy csinálja, hogy külön megfűzi a törköt, külön megfűzi a tarhonyát, megpirítja, megfőzi utána, és mikor mind a kettő kész, összeönti. Na mi most nem így fogunk csinálni, hanem megfűzzük először a törköt, majd amikor a törköt már majdnem kész van, hozzáadjuk a tarhonyát, és felöntjük kellő mennyiségű vízzel. Ugye főztünk már tarhonyát, ott mindig dupla mennyiségű vizet szoktunk használni, tehát például fél kiló tarhonyához 1 liter vizet adunk. Na itt most fél kiló tarhonyát használunk, viszont nem kell majd 1 liter vizet adni, mert ugye maga a pörkölt alatt is lesz szaf. De azt majd látjuk, hogy mennyi folyadékot enged ki, mennyi szaftot termel, és annak megfelelő arányba öntjük majd fel vízzel. Ugye a tarhonyás húshoz hasonló étel, például a rizses hús, a bácskai rizses hús, a zöldséges rizses hús, ezzel meg egyféle változata van ezeknek a finom ételeknek. Mi most az általunk kedvelt elkészítési módot mutatjuk be nektek. És akkor most lássuk, mi is kell ez a finom ételhez, és hogy készítjük el. A hozzávalók megismerés után neki is álltunk elkészíteni ezt a finom kis ételt. Mi most itt 1 kg 20 deka lapockát fogunk felhasználni. Ugye látjátok, hogy milyen szép vastag lapockát a hentesnél, illetve kétféle szalonnát, füstölt toka szalonnát és kolozsvári szalonnát. Úgy kezdjük az egészet, hogy ezt a kétféle szalonnát felkockázzuk, lepirítjük, hogy engedje ki a zsírját. Ugye a pörköltet is lehet többféleképpen csinálni. Van, aki zsiradékon meg szokta forgatni a húst, és utána hozzáadni a hagymát, fokhagymát, paprikát, paradicsomot. De én például jobb szeretem úgy csinálni, hogy csinálok először egy pörkölt alapot, a szalonnából és a zöldségekből, befűszerezem, és utána adom hozzá a húst. Tehát ki melyiket választja. Na, akkor nekiállunk előkészülni, és akkor mondjuk a továbbiakat. Na, akkor meg is vagyunk az előkészületekkel. Ugye láttátok, hogy a kétféle szalonnának levágtuk a bőrét, viszont nem fogjuk kidobni, hanem azt is belefőzzük az ételhez. Úgy fogjuk kezdeni az egészet, hogy a szalonnát lepirítjuk, kiengedi a zsírját, majd jöhet hozzá a hagyma, fokhagyma, egy picit pirítjuk, jöhet hozzá a paprika, elkeverjük, pirítjuk egy kicsit,
majd utána jöhet hozzá a paradicsom. Utána, ha megpuhultak, akkor befűszerezzük, sóból, sőből, kemény piros paprika, elkeverjük, megcsináltuk a pörkölt alapot, és akkor erre jöhet rá majd a hús, a felkockázott hús. Ugye ezt is egy kicsit pirítjuk a pörkölt alapon, utána felöntjük kellő mennyiségű vízzel, és akkor másfél órán keresztül körülbelül megfűzzük a pörköltet. Na de akkor lássuk is, hogy mit vagy csinálunk. Na, ahogy láthattátok, akkor megcsináltuk a pörkölt alapot, ugye a szalonna zsigadékán megpirítottuk a hagymát, paprikát, paradicsomot, ezután befűszereztük, hozzáadtuk a húst, megpirítottuk azt is, ezen a jó kis lecsús alapon, majd felöntöttük kellő mennyiségű vízzel. Innentől kezdve körülbelül 90 percig lefedve főzzük. Arra lehet, arra kell vigyázni, hogy nehogy elfőjje a levét, néha emeljük fel a tetejét a faziknak, és akkor pótoljuk az elfogyott vízmennyiséget. Bár én meglátásom szerint ez a vízmennyiség elég lesz a 90 percig, de ha mégis elfűni a levi, akkor egy kicsit pótolni tessenek. Na, de egy ilyen magyaros étel mellől nem hiányozhat a finom magyar pálinka sem. Kedves egészségetekre, köszönjük, hogy most is minket néztek, és akkor elkészítjük ezt a finom tarhonyás húsit. És még arra megkérnélek benneteket, mivel egyre több videót töltünk fel, hogy kommentben írjátok meg, hogyha elkészítettétek esetleg, vagy ha ettetek már ilyet, és hogy milyen ételt mutassunk be az elkövetkezendő videókban. Mert van a tartalmunkban rengetegféle étel, de próbálunk olyat mutatni, ami nektek szimpatikus, vagy amit ti szeretnétek elkészíteni. Kedves egészségetekre! Letelt a 90 perc, megfőtt a pörköltünk, most már csak annyi a teendőnk, hogy hozzáadjuk a tarhonyát, illetve felöntjük vízzel. De ugye említettem, hogy ezzel fél kiló tarhonya, ehhez nem kell a dupla mennyiségű, és az egy liter víz, mert azért a pörkölt jó szaftos lett, ide most elegendő olyan 6-700 ml víz. Ezután már csak annyi a dolgunk, hogy lefedjük, és várunk olyan 10-12 percet, hogy a tarhonya magába szívja a folyadékot. Néha ránézünk azért, hogy mennyire szívta magába, hogy mennyi folyadék tűnt el, és a végén megkeverjük, majd fedő alatt még hagyjuk azért egy kicsit, hogy puhuljon a tarhonya, és utána kész is vagyunk. Utána kitálalunk és lehet fogyasztani.
Na, akkor beletettük a tarhonyát, felöntöttük vízzel, és ugye szoktam mondani a tarhonyánál is, meg a bárortizsnél, mikor azt készítünk, hogy akkor van már megfőve, akkor lesz jó az állaga, hogyha maga az étel felszínéről eltűnik a víz, de még látszik azért a rizs, illetve a tarhony a szemek között, hogy még egy kicsit buborékos, na akkor el lehet zárni, és ugye akkor kell még egy jó 20-25 percet fedő alatt hagyni. Most is így teszünk, utána összekavarjuk, és akkor kész is vagyunk tálalunk után. Elkészült ez a remek kis étel, mindenkinek jó étvágyat kívánunk hozzá. Ugye láthattátok, hogy néhány összetevőből milyen egyszerűen el lehet készíteni, és nincs kiszáradva, nem is túl híg, kis szaft van rajta, én szerintem pont jó az állaga így, és nagyon finom ízvilágot kaptunk. Ha tetszett a videó, akkor egy feliratkozást, illetve egy megosztást megköszönünk, illetve kövessetek be minket Facebookon és Instagramon is. Találkozunk legközelebb, addig is vigyázzatok magatokra, és minden jót. És ne felejtsétek el megírni kommentbe ide a videó alá, hogy milyen ételeket szeretnétek itt látni a csatornánkon a közeljövőben. Sziasztok!